Az alsóösi Sirály népdalkör és a balatonfüredi Kék Balaton népdalkör közös fellépése köszöntötte a nyugdíjas majális résztvevőit. A rossz idő ellenére nagyon sokan jöttek el a már hagyományosnak számító rendezvényre, melyet az önkormányzat és a nyugdíjasok életet az éveknek Veszprém megyei egyesülete szervezett a sportcsarnokban. A vendégeket Bőm Lászlóné, a Sirály Nyugdíjas Közhasznú Egyesület elnöke üdvözölte. A 20 éves nyugdíjas klub vezetője örömét fejezte ki, hogy ismét alsójas adhat otthont a nívós eseménynek. Az idő nem olyan kegyes hozzánk, de én azt látom, a nyugdíjasok azok soha nem hagyják cserbe a rendezvényeket. Nagyon nagy létszámmal gyűltünk össze, körülbelül 300-400 vendéget várunk a mai délelőtre. Hát nagy izgalommal készültünk, mert azért kintre is terveztünk programokat sajnos, de ez most az eső miatt elmarad. Idén negyedszer rendezi meg Alsóőrs a megyei majálist. Dalokkal, táncokkal, versekkel köszöntjük, megpróbáljuk boldogan, vidáman eltölteni ezt a délelőttöt. Hebling Zsolt polgármester megjegyezte, hogy Alsóörsön negyedik alkalommal van megyei nyugdíjas majális. Köszöntötte az Országos Klubszövetséget, mely idén ünnepli 30. éves fennállását. A szép korok mindig is nagyon meghatározók egy-egy településen belül, ugyanis nagyon aktívan részt vesznek a közösség építésben. Ez Alsóörsön is így van, illetve a más településeken is, és nekik köszönhetjük ezt a világot, amiben élünk, tehát hálás szívvel, köszönettel tartozunk nekik, hogy megépítették ezeket a korszerű körülményeket, és most is bölcsességükkel, tanácsaikkal segítik a mai nemzedékeknek az életét, munkáját. A megyei nyugdíjas majális már többedik alkalommal kerül megszervezéshez. Külön megtiszteltetés, tavalyi évben is itt volt, ahol megígértük, hogy amennyiben minket választanak ismét, akkor nagy örömmel várjuk őket 2019-ben is. És hát Paulics István elnök úr már évelején jelezte, hogy élnének ezzel a meghívással, úgyhogy nagy örömmel készültünk elő a mai nagy rendezvényre a Sirály Nyugdíjas Egyesülettel, aki tagja az Életet az Éveknek megyei szervezetnek, közösen és hát természetesen elnök urékkal, tehát hármas szervezésben próbálunk azon lenni, hogy minél gazdagabb programokkal lássuk el az itt megjelenteket. Hegyesiné Orsós Éva, az Országos Klubszövetség elnöke nyitotta meg a rendezvényt. Kitért arra, hogy évről évre egyre több klub csatlakozik a szövetséghez. Az egyesület száma az ország 19 megyéjében és a fővárosban megközelíti az 1200-at, tagjainak száma pedig meghaladja 120 ezer főt. Ezután Vörös Marti Éva, a Veszprém megyei közgyűlés alelnöke köszöntötte a megjelenteket. Alsóörsi lakosként élményekben gazdag napot és jó egészséget kívánt. Paulics István, az Életet az Éveknek Veszprém megyei egyesület elnöke, példaértékűnek tartja azt, hogy Alsóörs mennyire vendégszerető település. Mindig azon vannak, hogy a nyugdíjasok jól érezzék magukat. Tulajdonképpen a mai nyugdíjas majálisnak van egy más jelentése is, vagy más jelentősége is. Az Életet Éveknek szövetség 30 éves. Most ebben az évben ünnepli 30. évfordulóját, és úgy gondoltuk, hogy ezen a nyugdíjas majálissal, amelyik hagyományos rendezvény, összekötjük ezt a köszöntőt, ünneplést, hiszen teljes keresztmetszetét adja annak a tevékenységnek szinte, amelyet végeznek a klubjaink. És ezért is, meg azért is, mert Alsóörs nagyon vendégszerető is. Vendégfogadásra mindig kész, ezért itt szervezzük. Oklevelekkel ismerték el azon tagok munkáját, akik sokat tettek az egyesület életében. A találkozó programjában a művészeti csoportok bemutatkozása volt a fő esemény. A kulturális produkciók mellett napközben különböző kiegészítő programok zajlottak, mint például egészségügyi szűrések, séta a településen, íjászat, darts, sörivó verseny.